Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, teremben helyet foglaló érdeklődőket, valamint a televízión, valamint az interneten a testületi ülést követő kedves dombováriakat. Rendes, tervezett képviselőtestületi ülést kezdünk, kicsit késve, ugyanis a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen nem tudott részt venni a Dombókop elnök vezérigazgatója, és az egyik napirend érinti őt, ezt ma az ülés előtt tette meg a bizottság a tárgyalást, és kicsit elhúzódott, úgyhogy elnézést a késésért. Megállapítom a határozatképességet, 100%-ban jelen vagyunk. Kiosztottuk a napirendi pont javaslatokat írásban, gondolom volt idő áttekinteni. Kis Bélára tekintek, a szocos is itt van, ugye? Itt van 28-as, köszönöm szépen. Van-e kérdés napirendi pontokkal kapcsolatban, javaslat? Talapka Rudolf, parancsoljon elnök úr. Köszönöm, a 10-es számú előterjesztés a tájékoztatóba bizottsági állásfoglalás nélküli tárgyalást ír elő, a bizottság megtárgyalta ezt a mai délutánt. Akkor sorry, visszavontam. Köszönöm. Részben egyik bizottság megtárgyalta, másik nem tudta megtárgyalni. Van-e egyéb módosító kérdés, felvetés? Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontok felvételéről. Elfogadtuk egy hangulat. Köszönöm szépen. Kezdünk a 4-essel, ugye? 4-es. Dombovári helytörténeti gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vétele, két határozati javaslat lesz, és eredetiként kérjük kezelni, hogy az elnevezésben nincs a dombovári jelző. Mehet a szavazás. Az első határozat. Második határozat. Köszönöm szépen. 8-as számú előterjesztés, Dombó Média Kft. Új ügyvezetőjének megbízása, cég alapító okiratának módosítása, két határozati javaslat. Ugye a bizottság ülésen a jelölt Stifter Balázs úr meghallgatásra került, kérdések hangzottak el hozzá. Ő a személyi javaslat, illetve akkor egy másik határozati javaslat. Kérem, szavazzunk az elsőről. Második. Köszönöm szépen, Stifter úrnak jó munkát kívánunk. Egyben kérem, engedjék meg, hogy Somlai Adriennek megköszönjem az átmeneti időre vállalt munkáját, amikor helytált mind a két 100%-os önkormányzati cégnek az ügyvezetésében. Akkor is jeleztük, meg a tárgyalások is arra folytak, hogy az átmeneti idő arra vonatkozik, hogy amíg meg nem találjuk a vélhetően hosszabb távra kinevezendő ügyvezetőt, Somlai Adrián addig vállalja a megbízást. Köszönjük szépen még egyszer. 12-es számú előterjesztés, a Dombolent Kft. Megbízása a TOP helyi foglalkoztatási paktum projektmenedzsment feladataira. Köszönöm szépen. 13-as. Két határozati javaslat van. Szóbeli kiegészítéssel élt a szakmai előterjesztő a bizottság ülésen, miszerint időközben kiderült, hogy volt egy tervezett ütemezés a pályázatok kiírására. Pár nappal ezelőtt a Széchenyi 2020 felületen, internetes felületen viszont a második időszakra vonatkozó dátum eltűnt.
és így az a javaslat, hogy mihelyest kiderül, hogy mikortól lehet benyújtani a második szakaszról, négy kezdve indulnánk. Két határozati javaslat. Köszönöm, a második. Köszönöm szépen. 14-es Szuhás Sportcentrumban mellszobor állítása Buzánszky Jenő emlékére. Többször futtattuk a témát, most annyiban változtatnánk, hogy az egész alkos helyett mellszoborban gondolkodnánk. Köszönöm. 16-os mezei őrszolgálatról szóló rendelet. Hatályon kívül helyezése van, egy határozat és egy rendelet tervezet. Határozatról szavazunk. Rendelet. Köszönöm szépen. Három önkormányzati rendelet díjtételének felülvizsgálata. Első rendelet. Második rendelet. Harmadik rendelet. Köszönöm. 18. Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadása. Tájékoztató a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával összefüggő feladatokról. 21. Zöld hulladékkezelő telep megvalósítására vonatkozó koncepció elfogadása. 22. Változott ismét a közbeszerzési törvény, ehhez igazítjuk az önkormányzat szabályzatát. 23. Közbeszerzési eljárás indítása a kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére. 24. Balatonfenyves ifjúsági tábor étkeztetésének ellátása. 27. Helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 26. Véget ért a csomagban való szavazás. Visszatérünk az első számú egyes napirendi pontunkra. Szokás szerint ez a beszámoló lejárt határidei határozatokról, átruházott hatáskör, tájékoztató két ülés közötti fontosabb eseményekről. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a határozati javaslatokból összesen mondom, van 8-9 darab, és szóbeli előterjesztés alapján lenne majd egy tizedik, egy adminisztratív átvezetés. Mielőtt ezt ismertetem, illetve röviden ismertetem, tehát miután a művelődési ház non-profit Kft-vel aláírtuk a közművelődési megállapodást, derült ki, hogy kisebb pontosításokat kért az NKFT, így a vizuális kultúra megőrzése erősítése pontban a Légyképben Fotóklub csoportvezetője Nagy Csaba heti rendszerességgel vehesse igénybe a ház ingatlan részeit.
A negyedik pontba alkalmi igénybevétellel javasolja az NKFT beemelni a Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület M12-es csoportját, elnök Perneker Antal, Posta Galambász Egyesület M12, elnök Fábián Gyula, Magyar Madártani Egyesület és Természetvédelmi Egyesület 28-as számú helyi csoportja, elnök Nagy Sándor, Dombovári Kutyás Egyesület, elnök Kővágó Jenő, Magyarországi Eszperantó Szövetség Dombovári csoportja, Csopvez, csoportvezető Nagy Róbert. Kérdések következnek. Hozzászólások. Kérem, hogy szavazzunk. Egyes határozat, a lejárt határidő határozatok végrehajtására vonatkozik. Köszönöm. Kettes, az 56-os emlékmű pályázatra vonatkozik saját erő növekmény, illetve műszaki tartalom pontosítás. Köszönöm. Közvilágítás korszerűsítéshez műszaki ellenőr igénybevétele, annak a forrás biztosítása. Köszönöm. Döbrökös Szekcső Kurd felé a kamatok elengedése a vízmű irányába. Mi csak ugye köztes döntéshozók vagyunk, majd a vízmű taggyűlésén hozzuk meg a végső döntést, itt egy felhatalmazást kapni. Köszönöm. Következik a Szakcsi kérelem, hasonlóan a vízmű felé egy korábbi, már jó néhány éves rendezetlen tételnek a lezárása ügyében. Köszönöm. Következik a NAKI tulajdonrésznek a rendezése. Kérdezem, Kovács Gyulát kifizettük? Vagy holnap? Holnap reggel fizetjük, én részemről alá van írva, hogy úgy tudjak menni a taggyűlésre, hogy ez rendezve van. Mert... Köszönöm. Hetes határozat. A Dombódog Centrum Kutyás Sportegyesület térítésmentes ingatlan használatára vonatkozik. Köszönöm. Nemzetiségi önkormányzatok 2016. évben támogatási szerződés hosszabbítása az elszámolás tekintetében. Kilenc hospitál alapítvány alapítókiratának módosítása. És 10 az általam szóban tájékoztatásként elmondott közművelődési megállapodás mellékletének módosítása. Köszönöm szépen. Visszatérünk a tárgyalandókhoz a továbbiakban is, az egyes után. Kettes száma előterjesztés, döntés a Vlasics emlékmű átalakításáról. Mindkét bizottság tárgyalta, úgy tudom a Humán az már korábban is, kérem, hogy ismételjék meg a korábbi döntést. Nem tudom, hogy a Humán az most újra fölvette, vagy majd mondja el ennek azt. Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Ez a január 26-ai rendes képviselőtestületi ülést megelőző bizottságülésen történt az állásfoglalás. A Humán Bizottság úgy szintén a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, és ez megegyezik a 2017 január 26-ai ülésen, amit döntöttünk. Köszönöm szépen.
Az elmúlt alkalommal ugye azért halasztottuk el a tárgyalást, mivel a konzulasszony nem tudott részt venni az ülésünkön. Ezt követően konzulasszonyt meghívtuk Dombovárra egy személyes egyeztetésre. Ezt annyiban változtatta, hogy azt kérte, hogy mi menjünk, az a személye menjen le Pécsre. Mivel akkor én egy beavatkozás előtt álltam, azt válaszoltuk, hogy mihez is kiderül, hogy mennyire leszek mozgásképes, válaszolunk. Kaptunk 21-ére írásban egy meghívót a konzulátusra. El is indultunk 21-én, 11 órára volt időpontunk, majd Sásd és Oroszló magasságába jött a hír, hogy hát konzulasszony mégse tud bennünket fogadni. Még szerencse, hogy a társaság egy részének amúgy Pécsett volt más dolga is, tehát így azért nem volt okafogyott az út. Ennek ellenére főépítész asszonyt vissza kellett fordítanunk Dombovárra, mert ő csak emiatt jött volna. Ugyanakkor szeretném egybe kérni főépítész asszonyt egy picit a mikrofonhoz, mivel ő azért korábban személyesen tárgyalt a konzulasszonnyal a tervekről. Amúgy nem is értettem igazán, hogy most erre a tárgyalásra érdemben miért is van szükség, hiszen úgy gondolom, már korábban letisztáztuk mindent. Ettől függetlenül udvariasan megpróbáltunk eleget tenni, nem rajtunk múlt, hogy ez nem jött össze. Én úgy gondolom, hogy ez az előttünk fekvő, meg már korábban is itt lévő terv a város külső megjelenéséhez, a korábbi tervekhez alkalmazkodó és minden érintett félnek a javát szolgáló terv, hiszen megszűne az a vita, hogy most tervek szerint épült, milyen az anyaghasználat, milyen a kinézet, milyen tartalmi, történelmi tartalmi pontatlanságok, hibák vannak esetleg, mert azok is eltűnének, tehát véleményem szerint ez egy előremutató terv, és terveink szerint április 8-án a város hetén már ennél a megújult alkotásnál lehetne tartani testvérvárosokkal összefogva a megemlékezést. Parancsoljon főépítészhez. Én még 2016 júniusában voltam a főkonzulasszonynál, Veszna Halugánál, és őneki ekkor elvittem az eredetileg elkészült terveket, fényképeket vittem arról, hogy jelenleg hogy valósult meg az emlékmű, és a park környezetéről is, és végül is azt beszéltük meg a főépítész, vagy a főkonzulasszonnyal akkor, hogy látható, hogy nem terv szerint készült el az egész emlékmű. Mivel önkormányzati a terület, ezért kellett volna egy településképű bejelentést tennie, ezt sem tette meg a horvát kisebbségi önkormányzat. Azt mondta, hogy teljesen természetes elkészült a terv, akkor ez csak egy formalitás lett volna, ezt is meg kellett volna kérni. És azt beszéltük meg, egészen közelről készült fotókat is mutattam neki az elkészült emlékműről, hogy anyagában ez az emlékmű nem megfelelő egy köztéri alkotásnak a műszaki állapotára vonatkozólag, mert például a posztamens itong téglából készült el. Az itong téglából a bronz mellszobor már kilógott, ezért balesetveszélyes. Ez a posztamens egy vékony vakolattal volt beburkolva, ami már akkor téglányonként elkezdett megrepedezni, tehát ez is esztétikailag kívánivalót hagy maga mögött. És mivel az emlékmű nem egyszerre készült el, több etapban, többféle, igaz, hogy nemes anyagból, de többféle anyagból hozták össze ezt az emlékművet. Egyrészt nem is a terv szerinti anyagokból, másrészt pedig ez a sok anyag egy-egy ilyen össze-vissza nem egységes képet hozott az emlékműnek a képében. És ezért azt beszéltük meg a főkonzulasszonnyal, hogy mindenképpen jó lenne, ha egy terv szerinti dolog készülne, a kivitelezésnek nyilván a tervhez mindenképpen igazodnia kellene, és egy egységes képet kell, hogy egy emlékmű mutasson, és ő ezt támogatja, hogy ez így készüljön el. Támogatja, és hogyha valamilyen gondunk van esetleg a kommunikációval, a horvát kisebbségi önkormányzattal kapcsolatban, akkor nyugodtan keressük, mert ő ráhatása lesz arra, hogy
hogy segítse ezt a kommunikációt. Ettől függetlenül úgy tudom, hogy nem történt meg. Még annyit hagytam ki az egészből, hogy szakértői véleményt kért az önkormányzat arra, hogy ez a kompozíció megállja a helyét művészetileg egy köztéri alkotásnak, és ezek alapján készült egy olyan terv, ami megállhatja a helyét. Tehát van egy szakértői vélemény arra vonatkozólag, hogy mi az, ami az elkészült kompozícióban nem megfelelő és javításra szorul. Köszönöm szépen a szakmai kiegészítést. Még röviden annyit, hogy maga a Vlasics alkotásnak a készítője, szerzője Varga Gábor, Dombováron működő szobrászművész, ő is egyetért az alkotásnak ilyen formában való átalakításával. Ő is azt mondja, hogy ez a sütői mészkőből faragott oszloprend emelni az alkotásnak az értékét és kinézetét. Kérdések, parancsoljanak. Hozzászólások. Kérdés, Katalin? Hozzászólás? Parancsolj. Köszönöm a szót. Én 2-3 mondatban szeretnék csak erre reagálni. Először is, ugye amikor legelőször ezt a szobrot megszavaztuk, az egy volt egy bizonyos X összeg. Ennek most körülbelül a 3-4-szeresét látom itt magam előtt. Nem tudom pontosan, mert nem néztem utána, hol van sütő, de feltételezem Tatabánya valahol arra fönn. Olyan 200 kilométer. Én egy kicsit ezeket az összegeket túlságosan markánsnak találom. A másik pedig az, hogy a horvát kisebbség állította ezt a szobrot. De a horvát kisebbségnek nem láttam beadni erre az évre nemzetiségi igényt. Tehát ez, hogyha jól látom, a teljes egészében mi kasszánkból megy el. Tehát ha ők adtak volna be egy nemzetiségi összeget, hogy ők azt igénylik, és ebből ezt a nem tudom, hogy lehetséges-e, mert látom már mosolyognak, de akkor is furcsának találom, hogy elkezdek csinálni egy szobrot, és a végén a költségvetés terheli. Biztos vagyok benne, hogy ennek, hogyha jól megnéznénk, nem tudom elképzelni, hogy ilyen méreg drága minden. Ez azért nekem egy kicsit sok. Egyik oldalon nem kérek egy fillért se, hát minek is, ha a másik oldalon úgyis megcsinálják. Tehát most ne kezdjük el azt, hogy ezt nem lehet, mert mind a kettő a mi zsebünk, mind a kettő az adófizetőknek a zsebe, és én ezt így nem találom korrektnek tőlük, hogyha már egyszer valaminek nekiálltak, akkor azon kéne gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt minél korrektebben elvégezni. Ez így nekem nem igazán jött be. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sütő valóban nem itt van. Nagyjából jól lőtte be képviselő asszony. A Duna mellett, ugye Komáromtól és Esztergom között nem messze, több mint 200 kilométer. Maga az anyag, ugye ez két nagyobb méretű oszlop, meg egy kisebb méretű oszlop, az még nem is egy olyan horrorisztikus költség, de irodavezető asszonyt kérdezem, hogy pontosan arra milyen árajánlatot kaptunk. Viszont, hogyha megtetszik nézni ezt a műszaki rajzot, ugye ebből az látszik, hogy egy beton ágyazatba mind a három oszlopot bele kell vasalni, bele kell tenni, tehát itt van egy komolyabb műszaki kivitelezés a balesetvédelem miatt, valamint az a macskaköves, bazalt kockás térkő burkolat a kompozíció jobb érvényesülése miatt megnagyobbodik, mint egy körgyűrűs formában, tehát annak is van egy jelentősebb kivitelezési költsége. Ugyanakkor azt még elfelejtettem mondani a sütői oszlopoknál, hogy ezek faragott oszlopok, tehát nem csak azon, hogy elmegyünk egy tömbér, hanem ezt elő is kell készíteni ott az üzemben. Ráadásul úgy, hogy nagyon jó a kapcsolatunk ezzel a bányával, árengedményt is kaptunk, mivel a Kossuth Szobor csoportnak az alkotásai ugye ott készültek a másolatok ebben a bányában, és amikor ment ez a munkálat, ugye elég sok mindenben engedtünk az akkori önkormányzat, tehát tényleg jó kapcsolat alakult ki, és erre való tekintettel komolyabb árengedményben is részesültünk. A második részével részben egyet tudok érteni, részben annyiban nem, hogy egyrészt szerintem azt nem tehetjük meg, hogy
Ha itt lesz Ogulin, itt lesz Vír delegációja április 8-án, akkor a főépítész asszony által elmondott kinézetű alkotással fogadjuk őket, mert hát én azt gondolom, hogy ez nem lenne méltó. Ha már az előző testület, illetve a mostani testület az előző évben áldását adta ennek az alkotásnak a kivitelezéséhez, szerintem az olyannak kell lenni, mint amit minőségileg magunktól el kell, hogy várjunk. Ellenkező esetben jogosan, nyilván nem a szemünkbe mondogatnák, de lehet, hogy akár a szemünkbe is, tehát ezt ilyen formában a tisztesség úgy kívánja, hogy tegyük meg. Az, hogy a horvát önkormányzat nem kért, nem tudjuk az okát, de igazából amit nem kért, azt nem is vitt el, tehát az úgymond itt maradt. Most egyik zsebünkből rakhatnánk ugye a másikba azt az összeget. Ez ugye egy keretösszeg, nem biztos, hogy ennyibe kerül, valószínűleg hát nyilván be fogunk számolni, hogy a kivitelezés során mit, hol, milyen formában tudtunk megsporolni. Én is soknak tartom, én is egy drága mulatságnak tartom, de tudom jól, hogy az ilyen köztéri jellegű alkotások, dolgok valóban ennyibe kerülnek. Ugyanakkor az előző alkotás, az én úgy emlékszem, javítson ki valaki, szerintem teljes egészében a horvát önkormányzat költségvetéséből ment a mellszobor, a posztamens, meg a mellette lévő dolog. Az oszlopok azok már korábban kialakultak, ott egy vegyes költségvetés volt. Irodavezető asszony, kérdezem, hogy sikerült-e valamit találni pontosítás miatt? Az ezzel kapcsolatos e-maileket azt tudom elmondani, hogy a sütőjek eredeti árajánlata ennél jóval magasabb volt. Hivatkozok vagy utalok vissza a polgármester úr azon mondatára, hogy a sütőjekkel való jó kapcsolatra tekintettel ezt sikerült közel 700 ezerről 600 ezerre csökkenteni, illetve sikerült a szállítási költségre is egy a decemberihez képest egy kisebb árajánlatot beszereznünk, így az előterjesztés már az is egy mintegy 50 ezer forinttal kisebb költséget szerepeltet. Köszönöm. További hozzászólás. Köszönöm szépen, kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm. Hármas számú előterjesztés, Német Nemzetiség Önkormányzat, Német Házzal, illetve Nemzetiségek Házával kapcsolatos kezdeményezése. Ez a hármas. Mindkét bizottságunk tárgyalta. Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a közös használat megszüntetésére és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal az új használati szerződés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat visszavonhatatlanul kijelenti, miszerint az általános önkormányzati választások időpontjáig a dombovári önkormányzattal szemben nem él külön ingatlan használati igénnyel. A Humán Bizottság javaslata megegyezik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával. Köszönöm szépen, kérdések következze. Hozzászólások. A polgármester úr. Szeretném, hogy szerintem a bizottság által is elfogadott kiegészítésre nem lenne szükség igazából, mert amennyire tudom én, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételét itt a hivatalba biztosítja. Ebből kifolyólag ugye nyilvánvaló, hogyha a határozatjavaslat kiegészítése szerint bármikor ebbe az önkormányzati ciklusba a horvát önkormányzat kérne igazából ingatlanhasználatot, akkor a testületnek, az önkormányzatnak számukra ingatlanhasználatot nem kellene biztosítaniuk, és szintén ebből kifolyólag szerintem ha nem is érdemelnének, nem is kérnének, akkor is igazából ez az ingatlan használatuk a megállapodás szerint megvan a Német Nemzetiségi Házban, ahol a szerződésben benn szerepel, hogy a nemzetiségi célokra a horvát önkormányzat bármikor korlátlanul igénybe veheti.
Köszönöm szépen. Köszönöm. A polgármester úr felvetésére jegyző úr válaszol. Köszönöm a szót, polgármester úr. Amit a Tigelman Péter alpolgármester úr mondott, az a szigorú törvényi szabályozás. De mégis az élet, illetve a szabályok ezt felülírják, és a Talapka Rudolf képviselő úr által elmondott módosító javaslat megállja a helyét. Illetve jogilag jó, illetve korrekt. Meg is mondom, hogy miért. Igen, az úgy van, hogy a települési önkormányzatnak biztosítani kell a működési feltételeiket a nemzetiségi önkormányzatok számára. Igen, ezt megoldhatja külön intézmény, vagy külön ingatlan biztosításával, de megoldhatja úgy is, hogy a hivatali helyiségen belül is. Amit nem tehet meg a települési önkormányzat, mert a települési önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok jogállása valamilyen szempontból egyenlő. Amit nem tehet meg a települési önkormányzat, hogy különbséget tesz a különböző nemzetiségi önkormányzatok között. Tehát nem teheti meg azt, hogy ilyen aránytalanul támogatja az egyiket, a másikat és a harmadikat meg teljesen kisemmizi. Tehát igazából, ha megnézzük a tényeket, a német nemzetiségi önkormányzat kapott egy ingatlant. Kapott egy ingatlant, ami korszerű, jó, a működési feltételeknek megfelelő, a roma nemzetiségű vagy a cigány nemzetiségű önkormányzat is kapott egy ingatlant, amivel szintén az ő igényeik ezzel ki vannak elégítve. Azt gondolom, hogy az az ingatlan is a működési célnak megfelelő. Azt nem teheti meg a települési önkormányzat, hogy a horvát nemzetiségű önkormányzatnak ennyire aránytalanul biztosítja a működési feltételét. Talapka elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Előjárva szeretném elmondani azt, hogy ezzel az egész koncepcióval magam nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, hogy a három működő kisebbségi önkormányzat közül egy kezébe kerül egy olyan ingatlan, ami egyébként valamennyi kisebbségi önkormányzat működésének feltételeit hivatott biztosítani, még akkor sem, hogyha van olyan önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, amely rendelkezik külön ingatlannal. Nem tartom szerencsésnek azt, hogyha a kisebbségi önkormányzatok ilyen módon is igyekeznek egymástól, idézőjelben mondom, elhatárolódni, igyekeznek külön működni, holott a kultúra, a sokszínű kultúra az azt kívánná, hogy ez egy helyen működjön, ha lehet, egy kereten belül működjön, ugyanakkor azt látjuk, hogy nem csak az ingatlanok és a juttatások vonatkozásában, hanem egyéb szempontokból is, amelyek számomra érthetetlenek, egymástól is, és nyilván a város, illetve nem nyilván, de a város önkormányzatától is van olyan kisebbségi önkormányzat, amely igyekszik elhatárolódni, leszakadni olyan szinten, hogy még azokat a juttatásokat sem kéri, amihez egyébként joga van, és amit meg is kapna. Tehát ez biztos, hogy nem egy szerencsés megoldás. És attól, hogy személyi ellentétek, akár személyi ellentétek, véleménykülönbségek vannak testületek között, én úgy gondolom, hogy azt egyetlen egy kisebbségi önkormányzat se teheti meg, hogy ezen a platformon szembe menjen a város egészével, vagy a várost képviselő testülettel. Nem szerencsés. Minden testületnek joga, szíve joga dönteni a maga működéséről, de hát itt azért azt látni kell, hogyha a város egészét nézzük, akkor azért ez valami fajta felelősséget is kell, hogy jelentsen a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan is, ami elsősorban a város sokszínű kulturális életét és azokat a rendezvényeket is jelenti, amelyeknek a színvonalát és nyilván a fényét is emelik a kisebbségi önkormányzatok programjai. Köszönöm. Köszönöm a szót. Egyrészt szerintem
Ez a megállapodás ugye német közösségi ház használatáról, nemzetiségi közösségi ház használatáról pont arról szól, hogy mi alatt most a német nemzetiségi önkormányzat és a német klubot értem, hogy mi a másik nemzetiséggel együtt szeretnénk igazából működni, csak számunkra, csak szerintünk ugye célszerű lenne, hogyha gyakorlatilag ennek a működtetésnek a felelőssége egy testületre, illetve egy-két személyre hárulna. Így szerintünk egyszerűbb lenne a működés. A másik egy elhangzott itt, ugye, ami teljesen nyilvánvaló, teljesen igaz megjegyzés, meg teljesen jogilag helyes megjegyzés, hogy a német kisebbség önkormányzat a ciklus elején ugye kapott egy ingatlant, aki a, hát nem tudom, Tóth Gyula képviselő társam jutott már addig a történetben, hogy 2002-ben ez a német a nemzetiségi ház működése úgy indult, hogy a 2002-ben alakult testület biztosította német, az akkor még egyes egyedül meglétező német nemzetiség önkormányzat részére egy ingatlant, amihez a német nemzetiség önkormányzat, amennyire én számoltam, meg tudom, több mint 10 millió forintos támogatást szerzett ennek a felújításához, rendbetételihez, és úgy tudom, hogy gyakorlatilag a német nemzetiségi háza jelenlegi formáját már akkor abba a ciklusba elérte, és gyakorlatilag, ami később lett ez megosztva más nemzetiségekkel, a önkormányzat javaslatára és a mi hozzájárulásunkkal, egyetértésünkkel. Köszönöm szépen! Történelmi hűség kedvéért a felújításra vonatkozó támogatást azt az önkormányzat szerezte, nem a német nemzetiség önkormányzat. Még én írtam a pályázatot, mielőtt polgármester lettem volna. Csak a saját erőbe szállt be az akkori német nemzetiség önkormányzat. Tek is pályázat formájában volt ez annak idején benyújtva. Én is egyetértek a bizottságnak a módosító indítványával, ugyanis nekem a horvát nemzetiség önkormányzat elnökének a tevékenységéről finoman szólva megkérdőjelezendő a működése, vagy a véleményem megkérdőjelezendő. Én is garanciát kérek arra vonatkozólag, hogy nem jelentkeznek holnap után külön igénnyel. Tehát ez nem a horvát nemzetiségre vonatkozik, hanem annak a vezetőjére, hiszen látjuk, hogy más ügyekben is hogyan viszonyul a városhoz, hogyan viszonyul a város ügyeihez. Én nem szeretnék utána megint azzal bajlódni, hogy őket megkülönböztetjük, hátrányos helyzetbe hozzuk. És akkor még nem beszéltünk arról, amit a Katalin az előző előterjesztésnél is felvetett, azt itt is ugyanígy föl lehetne vetni, hogy magának ennek a háznak a működtetése mennyivel olcsóbb lenne, ha a horvát nemzetiség önkormányzat meg a német nemzetiség önkormányzat is hozzájárulna, és akkor lehet, hogy ebben az esetben a német nemzetiség önkormányzatnak a város költségvetéséből nem 400 ezer forintot, csak 200 ezer forintot kellene kérni, mert több szereplő állami finanszírozásból többet bele tudna tenni. Tehát ez is egy szempont, amit érdemes majd a későbbiek során mérlegelni. Köszönöm szépen! Van-e egyéb hozzászólás? Akkor kérem, a Gazdasági Bizottság módosítójáról szavazzunk. Elfogadtuk, köszönöm. Az előterjesztésről szavazzunk. Szépen. Következik. Az 5-ös Városépítő Egyesület beszámolója 16. évi tevékenységről, valamint gazdálkodásról. Köszöntöm körünkben Szűcs László elnök urat. Kérem, hogy foglaljon helyet a vendégszékben. Pénzügyi és Humán Bizottság tárgyalta.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A Humán Bizottság úgy szintén a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Szűcs urat kérdezem, amit előterjeszt, hogy kíván egy szóbeli kiegészítéssel élni. Kérdések következnek. Hozzászólások. Nem látok. Akkor kérem, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatról szavazzunk. Egyhangulag elfogadtunk az Egyesületnek a 2017-es év valószínű nagy változásokat hozhat velünk egyetemben. Az eddigi munkájukat szeretném megköszönni a város nevében, és további sikeres ténykedést a város értékeinek megmentése ügyében. Köszönjük szépen! 6-os ifjúsági fúvószenekar támogatása. Pénzügyi és Humán Bizottságok tárgyalták. Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Sivon István jelentkezett már a testület előtt szólásra, de még kérdésnél vagyunk. Kérdése van-e valakinek? Sivon úr? Nem még, igen. Hozzászólás kategóriában vagyunk, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Hát azért csak egy pár mondatban szeretnék ez a témakörhöz hozzászólni, mivel én azt gondolom, hogy a Dombóvár Ifjúsági Fúvós Zenekar, és hát nyilván az ő berkeinken belül a Tücsök Zenekarról is megemlékezve, az elmúlt 10 év, ugye az idén ünneplik a fennállásuknak a 10. évfordulóját, rászolgált arra többszörösen, hogy egy úgy mondjam kiemeltebb támogatásba részesüljön. Én azt gondolom, hogyha ennek az előterjesztésnek a számait nézzük, illetve a teljes támogatást, amit most önkormányzati forrásból kapnak, akkor ez már egy szemmel látható összeg. Nyilvánvalóan, hogyha hozzáveszünk mindazt a költséget, ami egy ilyen zenekarnak a működésével, versenyzésével és egyebekkel jár, akkor ennek a többszörösét is el lehetne költeni. Jelen pillanatban azt gondolom azonban, hogy mindenképpen előrelépés, ez az összeg, amivel most az önkormányzat támogatni tudja a zenekar ez évi működését, és egyben abban is bízom, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, hanem egy, hogy így mondjam, folyamatos tendencia lesz, tehát minden évben legalább ilyen összeggel fogjuk tudni támogatni azt a munkát és azt a művészi értéket, amit letesznek a Dombóvár hírneve érdekében, úgyhogy köszönöm szépen, és örülök annak, hogy eljutottunk egyelőre idáig is. Köszönöm. Tóth Gyula képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Igen, tisztelt képviselőtársaim. A mondandóm lényegét egyetlen egy mondatban meg lehet fogalmazni. Olyan művészeti együtteseknek, akik Dombóvár hírnevét, nem csak Dombóvárét, természetesen Tolna megyét is, az országban vagy azon kívül képviselik, kiemelt művészi tevékenységükkel, kiemelt közösségi munkájukkal, azok kiemelt támogatásra is jogosultak. Miért mondom, hogy jogosultak? Mert történelmi visszatekintéssel vizsgálván a dolgot, azt kell mondjam nálamnál jóval fiatalabb képviselőtársaimnak, hogy amikor a Kapos Tánc Együttes az 50-es évek végén, 60-as évek elején
aki mit tudon szerepelt, amikor a Sanremo-i virágfesztiválon szerepelt, amikor különböző nemzetközi megmérettetéseken szerepelt, akkor a város erejétől függően, de kiemelten támogatta. Amikor a kapos kórus szerte az országba és határainkon túl is vitte Dombóvár hírnevét, az itt folyó kórus munkának a prezentációját, amikor a minősítő versenyeken a 100 elérhető pontból 96-ot megszerzett, nyilván a város erejétől függően, de kiemelten támogatta. Ezért mondtam, hogy jár ez az ifjúsági fuvós zenekarnak is, mert 10 év alatt már bebizonyították, hogy mire képesek, és ez nagyon fiatal együttes, a további fejlődése az a 10 év eredményes munka után garantált. Én azt gondolom, hogy ha az előbb említett két együttes, a Kapos Tánc Együttes és a Kapos Kórus, hogy mondjam, kiérdemelte az ilyen jellegű támogatást annó és hát időnként még ma is, akkor nem kérdés az, hogyha a városnak van lehetősége, tudom, hogy nagyon kevés, de az viszont nem kevés, amit most ezzel a határozati javaslattal a fuvolzenekar további munkáját a város anyagi segítségével segíteni tudja. Én kívánom, hogy ez az együttes további eredményeket érjen el, a garancia úgy tűnik, hogy megvan rá. Támogatom a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dombóvár önkormányzata számára minden egyes civil szervezet, mely a kultúra, közművelődés, természetismeret, sorolhatnám ezeket a köztémákat, tehát terén működik, egyformán fontos. Mégis az egyenlők között úgy gondolom, hogy van 4 szervezet, amely különlegesebb, pontosan azért, mert a város a költségvetésében saját soron biztosítja a támogatást. Eddig 3 ilyen szervezet volt, a Városszépítő Egyesület, a Kapos Alapítvány, melyen belül ugye a Kapos Kórus és a Tánckar működött, így van 3, Kapos Alapítványgyal együtt, hogy úgy számolok, hogy nyilván csak 2, és akkor most negyedikként beemeltük, szerintem is méltán végre a Dombóvár Ifjúsági Fúvós Zenekart, mely külön soron ezt a támogatást kapná. Ez egyben azt is jelenti, hogy 4 szervezetnek külön nem kell pályázni a civil alapra. Tehát ezzel a döntéssel lehet, hogy egy nagyobb összeget kifizetünk, viszont mind a civil tanácsot, mind pedig a többi civil szervezetet áttételesen is támogatjuk, hiszen a fúvós zenekar innét kezdve a civil alapnál nem jelenik meg támogatási igénnyel, több juthat a többi civil szervezetnek, és talán a civil tanácsnak is könnyebb lesz egy kicsit a dolga. A fúvós zenekar vonatkozásában van még egy adósságunk, amit többször megkérdeznek tőlem internetes oldalakon, ez az egyenruhára vonatkozik. Korábban a képviselőtestület döntött arról, hogy támogatja azt, hogy legyen megtervezve az egyenruha, ezt azért szeretném alá húzni, hogy tervezésről beszéltünk, és majd a tervek tükrében, a költségvetések tudatában dönthetünk arról, hogy tudunk-e adni támogatást ruhára, vagy nem. Szeretném bejelenteni, hogy van előrelépés, annak ellenére, hogy maga a tervezést a számtalanszor futtattunk, kértünk tervezőirodákat, érdemben nem jött javaslat, illetve tervmunka. Viszont most úgy néz ki, hogy az egyik magyar konfekciós céggel sikerült előre lépnünk. 2 héten belül Budaörsön lesz meg az első nagyobb olyan egyeztetés, amikor már tervekről is tudunk beszélni. Reményeink szerint a március végi testületi ülésen be tudjuk mutatni a javasolt terveket, tehát e tekintetben is egy kicsit előre tudtunk lépni.
Természetesen ott nem a testületnek kell kimondani a végső szót a tervekre, hanem az egyesület tagjainak, mi ott csak egy katalizátor szerepet töltünk be. Van-e még hozzászólás? Akkor kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. Hetes számú előterjesztés, a Hotel Dombóvár előtti tér koncepcióterve. Ez ügyben volt ugye tárgyalás még a testületi előtt is. A bizottság elnökének, Talapkornak adom át a szót. Köszönöm. A tárgyalás során a bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a határozati javaslat egyes pontját javasolja elfogadni. A 2-es, 3-as, 4-es pontokat tekintettel arra, hogy a Dombókop ZRT vezérigazgatója nem mindenbe értett egyet az ott rögzítettekkel, márciusi rendes testületi ülésre javasoljuk visszahozni a pontosításokkal és azokkal az adatokkal, amelyek a döntést segíteni fogják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás. A bizottsági elnök úr által elmondottakat tenném föl szavazásra, tehát maga a tervet elfogadjuk. Azzal, azt még zárójelben megjegyzem, hogy a terv az A és B verzióról rendelkezik. A kettő között tulajdonképpen a különbség, hogy a hotel oldalán lévő fákkal mi legyen. Ez nem egy egyszerű kérdés, egyszerre szakmai és érzelmi kérdés is. Ezt javaslom, hogy majd akkor dönts el a képviselőtestület, ha valóban odaérünk ennek a tervnek a megvalósításánál, hogy hozzá kell-e nyúlni a fákhoz, vagy nem. Tehát most tulajdonképpen a koncepcióterv mind a két verziót tartalmazza, ezt most fogadjuk el így, és erről is későbbiekben majd döntünk. Szívem szerint én nem engedném a fákat ott kivágni, vannak más érvek, majd eldönti az idő, hogy meg a szakma főleg, hogy mi lesz velük. Lehet, hogy az idő is eldönti, amennyire a fenyőfák pusztulnak ma Magyarországon, lehet, hogy megoldja a természet, eljöttünk a kérdés. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Következik a 9-es. Ifjúsági klub és galéria kialakítása a Tinódi házban. Köszöntöm körünkben az ifjúsági önkormányzat polgármesterét, Csapó Zétény urat, valamint a műfáz igazgatóasszonyát. Kérem mind a ketten picit a vendégasztalhoz jöjjenek. János, egy fiatalember vagy egy fiatalasszonyt kérsz magad mellé. Két bizottság tárgyalta, parancsolj. Pénzügyi bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A Humán Bizottság úgy szintén mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Vegyük ketté az előterjesztést, hiszen kicsit különbözik a két téma. Egyrészt egy ifjúsági helyiség kialakítása szerepel napirendi pontként. Ja, most már megtaláltam erre, mert ugye azt láttam, hogy van benne Xbox konzol, és ugye föltettem a szakmai kérdésemet, mint aki ismeri ezt a témát nagyon, hogy mi lesz a PlayStation-esekkel, és akkor láttam, itt van a PS4 konzol, valószínűleg akkor azaz, ugye? Tehát akkor ők is megnyugodhatnak. Polgármester úr, van esetleg kiegészíteni valója az ifjúsági klubbal kapcsolatban, mi a véleményük, mennyire támogatják, mennyire tudják magukévá tenni majd ezt a kis létesítményt? Köszönöm szépen a szót.
Biztos vagyok benne, hogy az egész diákságnak tetszeni fog ez a lehetőség. Remélem, hogy vigyázni is tudunk majd a teremre, de ez már csak későbbieknek a gondja, remélem. Ügyvezető asszony, van-e kiegészíteni való? Én ennél nagyobb optimizmussal állok a történet elé. Hát remélem, hogy tényleg tudnak rávigyázni, ehhez majd mi is minden segítséget megadunk. Úgyhogy meglátjuk majd ezen, azt gondolom, a gyakorlatban dől el, hogy milyen igény lesz rá, tényleg a kihasználtsága milyen lesz. Hát ugye azért olyan drága eszközök is lesznek ott, ami azt gondolom, hogy azért mindenképpen azt vetíti előre, hogy itt tőlünk is mindenképpen egy felnőtt felügyelete szükséges lesz, amikor ők ott fognak tartózkodni a házban, és remélem, hogy amellett, hogy jól érzitek majd magatokat, ott tényleg tudunk együttműködni. Köszönöm. Két szempontból van déjà vu érzésem. Egyrészt én gimnazista voltam, amikor a helyi kollégium megkapta azt a videójátékot, nem tudom, mi volt a neve, tudjátok, amikor így ment így a fal, és így a labdát így kellett pingpong-szerűen így passzolni. Te gondolok, hogy ez itt nem érti akkor mi. Tehát így pattogtatni egymás között. Ilyen középtávban volt régen, de hát most ehhez képest ugye itt Xbox meg PS konzolok felszereléséről gondolkodunk. Ezek tényleg drága dolgok. Nyilván az ember jobban szeretné, de nem vagyok ilyen szempontból naív, hogy ne ezeket a videójátékokat nyomogassák a mai fiatalok, mennyivel szebb lenne a könyvtárba jönni, mi se jutunk annak idején annyit, de ez a kor, tehát hogyha ez a kor kívánalma, hogy ilyen jellegű játékok legalább egy közösséget összehoznak, versenyeznek interneten keresztül, hiszen a wifi azért ebben a helyiségben is tud működni, és ugye a nagy játszmák azok már úgy látom interneten mennek. Nem olyan rég, egy másfél hónappal ezelőtt a középső fiam elhozta hozzánk az ő Xbox rendszerét. Nem dobottam fel egy óra után, abba hagytuk, pedig hát Japántól kezdve mindenkivel elvileg játszottunk, több százan voltunk fönt abba a játékban. Nem is értettem, nekem unalmas volt, de ez az én gondom. Tehát, hogyha közösséget formál, én azt mondom, hogy csináljuk, óvjátok. Másrészt meg a mikorunkban még ugye voltak olyan kis felügyelő, vagy nem tudom milyen tanárok, akik képesek voltak ugye kocsma ajtókba, meg a klubba ott állni, hogy dohányzik-e a gyerek, le van-e vágva, iszik-e, kézen fogva puszikodik-e a csajszival, vagy nem. Tehát itt gondolom, ilyen nem lesz, ugye, ügyvezető asszony? Tehát csak egy ilyen nagyon-nagyon távvezérelt felügyelet, tehát a fiataloknak attól nem kell félni, hogy azért a MIF-ház rájuk telepszik, hanem csak olyan szinten, hogy segítő jelleggel. Hát nem biztonsági őrszolgálat fog ott állni az ajtóban, ezt efelől kezeskedem, de én azt gondolom, és most is csak azt tudom mondani, mint az előbb, tehát, hogy nyilván nem azt szeretnénk felügyelni és kontrollálni, hogy ki merre lép és éppen mihez nyúl, hanem csak az, hogy normális keretek között működjön ez az egész. És én azt gondolom, hogy ha meg lesz a bizalom, meg nyilván kialakul az a kör, aki oda fog járni, akkor azért azt gondolom, hogy ez is majd alakul majd magától. De még egyszer mondom, tehát azért itt több mint félmilliós értékről van szó, tehát, hogy ha csak kakaóznak és leborítják, vagy ráöntik már, akkor azzal is kárt okoznak. Tehát nem véletlenül, hogy ugye lesz egy tagsági kártya bevezetve, nem véletlenül, hogy diákigazolványa lehet majd csak belépni. Tehát én azt gondolom, hogy azért valami rendszert ki kell alakítani, és a kontroll az muszáj. Kakaó biztos, Xbox nincs, mert számítógépek voltak, én úgy tudom én itt. Billentyűzetre. Ja. Oké, kérdések, parancsoljon. Berta János. Azt rendben valóan tartom, hogy azt nem tudom, hogy Xbox... UNES mit jelent, de addig azt hittem, hogy a babzsákról tudom, hogy mit jelent. De most elmondtam. De most már nem tudom, hogy mi a... 50 ezer forintért, nem tudom, hogy esetleg valami választ kaphatni. Igen, tehát
János képviselő úr, a babzsák az az ülő alkalmatosság, amire ön le tud ülni, de fölkerni már nem biztos. Tehát ezek azok a ergonómiailag, ahogy ráül az ember, magát alakítja. Tehát tulajdonképpen, amit az óvodában használtunk, babzsák, az százszorosára fölnagyítva, és ha akarok, fekszek rajta, összegyűjtem akkor, vagy összegyűröm akkor fotelként, tehát ilyen amorf formára göngyölítve. Magyarul kicsit kulturáltabb dolog az, mint hogy a földön heverek. Ennek egy köztes segédeszköze. Ezt már előszeretettel használják. Amúgy vannak kreatív stúdiók, műhelyek, nem egy internetes portál, például nem olyan rég a 444.hu oldalt működtető irodáról csináltak egy belső képet, ahol szintén ki van alakítva egy ilyen szeglet, hogyha valaki úgy tud alkotni, írni, akkor feküdjen, heverjen. Ha ilyen mereven, mint ahogy mi ülünk, akkor úgy csinálja, tehát ez egy ilyen elfogadott dolog ma már, ez a babzsák ülő alkalmatosság. Katalin, parancsolja. Én nekem ez az előterjesztés nagyon tetszik, jó szórakozást kívánok a fiataloknak, és akkor most, hogy a Berta úr nem tudta, hogy miről van szó, kérem hívják meg, amikor készen van, hogy meg tudja nézni, és ki tudja próbálni ezeket a dolgokat, és jó volna, hogyha egyszer beszámolnának majd arról, hogy hogy sikerült ez az egész. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A probléma úgy tűnik ortodox, mert az utóbbi 30 évben Dombováron, hogyha készült valamiféle fajta felmérés az ifjúság körében, a szabadidő hasznos eltöltése témában, és így tovább, és így tovább, és így tovább, majdnem mondanám, hogy korosztálytól teljesen függetlenül a hiányérzet mindig megjelent, hogy nincs Dombováron a fiataloknak olyan hely, ahol maguknak valóan el tudják tölteni azt az időt, ami a tanulás mellett egyre kevesebb. Én örülök annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy főleg az ifjúság egy részének intézményes képviseletét ellátó diák önkormányzat tudja fölmutatni eredményként azt, hogy van, lesz a városban ilyen hely. Én megértem azokat, akik akár vezetőként, akár szemlélőként féltik a leendő helyet. Nem kell félteni. Már attól egyébként, hogy a fiatalok ott mit fognak csinálni, akár a berendezéssel, akár egymás között. Én elszenvedője voltam annak idején, amikor már nem volt a Korona Művelődési Ház, és még nem volt a Művelődési Ház Művelődési Ház, akkor Dombovár Kulturális Centruma a Vasutas Művelődési Ház volt. Akárhányszor kiírtam a bejárati ajtóra, hogy dohányzás a terem, nagy terembe is tilos, ezt nem lehetett abban az időben megállítani. Egyébként megoldották a fiatalok a problémát, mert egy ilyen lassú tánc közben arra lettünk többen figyelmesek, hogy ilyen fények vibrálnak, hát a kislánynak leégett a szőke haja, mert a fiú illuminált állapotban a szájában a csikkel, hát felgyújtott a saját arájának a frizuráját. Onnét kezdve csak azt kellett kírni az ajtóra egyébként, hogy a járati ajtóra, hogy csak rövid hajjal. Na, abban az időben nem volt divat a rövid haj egyébként, ennek az ellenkezője. Tehát rövidebbre engedve a gondolataimat, azt gondolom, hogy teljesülni látszik Dombovár ifjúságának azon kérése, hogy legyen nekik általuk programmal megtöltött, általuk nagyrészt felügyelt, és a saját ízlésüknek, a mai kor ízlésének megfelelő szórakozási hely. Hát én kívánom, hogy így töltsék el a szabad idejüket.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm. Következik a galéria kialakítására vonatkozó rész előterjesztés. Ehhez kapcsolódóan ügyvezetőasszonynak van-e kiegészíteni valója? Nincs. Kérdés. Költségvetésben ugye már döntöttünk, tulajdonképpen az összegről itt most a részletezés következik, illetve felhívnám Kovács Gyula úrnak a figyelmét, amelyben elfogadásra kerül a napi rend, akkor az ajtóhoz vonatkozó, ajtóhoz kapcsolódó előleg tekintetében holnap próbáljunk meg lépni, hogy időbe a város hetére elkészüljön a galéria. Hozzászólás. Tóth Gyula parancsolja. Köszönöm, rövidebb leszek. Ez megint csak az a probléma, ami az ifjúsági klubbal kapcsolatos. Ez is régi-régi gondja Dombóvárnak, ami nem azt jelenti, hogy esetenként, helyenként, időszakosan itt vagy ott vagy amott ne lett volna galériának kinevezett helyiség. Jó lenne, hogyha stabilizálódna ez a helyzet, és valóban az embereknek a tudatáig eljusson az, hogy Dombóváron is van egy olyan hely, ahol akár időszaki, akár egyéb kiállításokat, hát mindazt, amit egy galériának be kell fogadnia, azt arra alkalmas hely lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hozzászólás egyéb. Kérem, hogy szavazzunk. Elfogadtuk. Köszönjük szépen polgármester úrnak jó munkát. 10-es száma előterjesztés, a Város és Lakásgazdálkodási NKRT lakásfelújítási programja tárgyalta a pénzügyi bizottság. A bizottság az egyes számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A kettes számú határozati javaslatból a B változatot támogatja. A hármas számú határozati javaslatból úgy szintén a B változatot támogatta. Köszönöm. Köszönöm. Amúgy a napirendi pontok elfogadásánál jól mondtam az elnök úr, tehát volt itt bizottsági állásfoglalás, ugyanis a humán bizottságnak nem is kellett tárgyalni, azért nem tárgyalta, tehát csak egy bizottságnak kellett, és az meg megtette a szünet előtt, az ülés előtt, de hát ennél nagyobb gondjunk ne legyen. Jó. Meghívtuk az előterjesztéshez kapcsolódóan dr. Szabó Péter ügyvezető urat. Bejelentkezett hozzászólásnak, parancsolj. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőtestület. Először is szeretném elköszönni a jegyző asszonynak és csapatának, hogy konstruktívan együttműködtek az előterjesztés elkészítésében, hiszen abban a bő egy hétben, amióta láttuk a tervet, azóta több alkalommal érdemben tudtunk egyeztetni. Néhány észrevételem lenne ennek ellenére az előterjesztéssel kapcsolatban. Egyrészt az ütemezés az benne foglaltatik az általunk leadott anyagban, bár nem külön pontként, hanem az egyes munkálatoknál lett feltüntetve az, hogy mi annak a tervezett időpontja. Mondok egy például Arany János tér 21-04-03-04-28 közötti időszak, amit nem úgy kell értelmezni, hogy ennyi időszak, vagy ennyi időtartalma kerül ennek a megvalósítása, hanem ez úgy értelmezendő, hogy ebben az időszakban, időintervallumban tervezzük ennek a megvalósítását. Tehát ennek megfelelően az ütemezés az része a tervnek. A tűzvédelmi dokumentációnál tegnapi napon megérkezett az utolsó árajánlat, amit vártunk, és az első verzióban még itt volt két kihagyott pont. Ennek megfelelően a tűzvédelmi dokumentáció, amit jegyzőkönyvek, illetve szabályzatok készítését jelenti négy ingatlan esetében, ezeknek a költség 338 000 forint.
Tehát itt a 150 ezer forintot semmiképpen nem javaslom elfogadni, hiszen már most látszik, hogy több mint a kétszeresébe fog kerülni. Tehát itt az 500 ezer forintot mi az utolsó tervezetben, amit tegnap átbeszéltünk és leadtunk, ott csökkentettük, de ekkor ennyi csökkentést a 150 ezer forintra nem tudjuk lecsökkenteni, hiszen nyilván azon nem fogunk beleférni az árajánlatok szerinti költségvetésbe. Amit szeretnék még megjegyezni, a Teleki utca 75/B-nek a bontása, ez a tervezet, amit mi láttunk, nem tartalmazta. Erre az NKFT-nek sem szakembere, sem eszköze, sem forrása nincsen. Tehát én azt javaslom az eredeti anyagunkban is, úgy szerepelt, hogy az önkormányzat biztosítja ezeknek az épületeknek az elbontását. Illetve még egy dolgot szeretnék, nem is tudom, talán megkérdezni, vagy észrevételezni, a hármas, római hárommal jelölt határozati javaslat a rezsivel kapcsolatban. Itt a B változatot javasolja a pénzügyi bizottság, ha jól értettem, elfogadásra, amivel kapcsolatban nekem vannak azért aggályaim. Tehát ezek a rezsiköltsök, amiket ugyancsak tartalmaz az előterjesztés, ezeket a cég azért viseli, mert az önkormányzat és a cég közötti megállapodás szerint ezeket a cégnek kell viselnie. Tehát itt olyan rezsiköltségekről van szó, amelyik leosztásra, továbbszámlázásra kerülnek, de ezt a cégnek ki kell fizetnie. Tehát nem tudom, hogyha nem járul hozzá a testület, hogy ezt a bevételek terhére tegyük meg, akkor milyen bevételek terhére fogjuk tudni megtenni. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Nekem az ügyvezető úrhoz van kérdésem, hogy ezek a tűzvédelmi szabályzatok megvoltak eddig, lejártak. Miért most kerül ez elő ilyen volumenben, hogy ekkora költséget képviselnek? Köszönöm szépen. Ez az új országos tűzvédelmi szabályzat irányozza elő. Tehát ha volt is szabályzat annak idején, mert volt, akkor még utasításnak nevezték, akkor sem jók. Tehát mindenképpen felül kell vizsgálni, és ami lényeges változás az új OTS-nek, hogy ezt már nem csinálhatjuk meg mi, hanem ezt tűzvédelmi szakembert kell igénybe venni. Tehát ez nem úgy működik, hogy letöltöm az internetről és átírom akármelyik ingatlan címét Pannonia utca 5-re, hanem ezt egy arra jogosított szakértővel kell elvégezni. El is végeztettük, hiszen folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi hatóságezetnek a megtartását. Köszönöm. Ez rendben van. A véleményem viszont az, hogy ezeket a tűzvédelmi szabályzatokat szerintem nem a beszedett lakbérből kellene fedezni, hanem pont abból a 600 forintból, amit megállapított a rendelet, és egyre több szerződésben ott kellene szerepelni, hiszen ez ilyen jellegű költségekre lett véleményem szerint kitalálva. Nyilván egy ilyen előterjesztésben mindent filére pontosan kimutatni nem lehet, ezért javasoltuk azt, hogy az ütemezést azt még egyszer tekintsük át. Láttuk mi is, hogy ott vannak a dátumok, illetve ugye a javaslat az, hogy ha ez most elfogadásra is kerül, minden egyes nagyobb ingatlan felújítás előtt vagy a városüzemeltetési iroda saját dolgozói szakemberei ellenőrzik le a kapott költségvetést, vagy ha azt szerepel, hogy alvállalkozóval kívánja elláttatni a cég, akkor ellen ajánlatokat fogunk kérni. Épp azért nem látom aggodalmát annak, hogy a Teleki utca 75/B elbontása miért lenne gond. Más munkáknál is megjelent az, hogy nincs olyan szakember a cégnél, nyilván nincs olyan jellegű markolója, mint ahogy az Arany János 21-nél meg kell rendelni az összeborítás, viszont van szép számmal olyan közmunkás, aki aztán az aprólékos téglapucolást, azok rendberakását és van szállító járműve, azt már be tudja árazni, és hát másik az, hogy nem ingyen kérjük, majd ugye a téglába megint balkuszunk, hogy ugye egy csomó jó minőségű téglát kap a cég, hogy annak mi az ára. Ugye azt javasolta a bizottság, én is egyetértek azzal, hogy a kettes határozatnál a B verzió legyen. A hármasnál azért mondta azt a bizottság, hogy a B verzió legyen, mert ugye mai nappal elindult annak az átvizsgálása,
hogy a rezsiköltség valóban kimeríti ezt a 4 millió forintos keretösszeget. Tehát amíg nem bizonyosodik meg a tulajdon is arról, hogy a 4 millió forint az tényleg 4 millió forint, mert hát ebből a támlázatból ugye mi ezt nem tudjuk, és nyilván itt most nem fog ezzel senki vitatkozni, ez kell egy vizsgálat, hogy a rezsiköltség így van, ahogy ön mondja tényleg, hogy átmenő tétel, tehát bejön, ki kell fizetni, csak azt nem tudjuk, hogy tényleg 4 millió forint-e. Tehát ezt szeretnénk megvizsgálni. Meg hát amit ugye a lakhatási ülésen is folyamatosan napirenden tartunk, hogy ugye valahol van közös költség, valahol nincs, valahol van ez a 600 forintos, mi ennek a neve? Kezelési költség, tehát ezek is kicsit olyan keszekuszák, hogy mi mit fedez, ezeknek az elszámolását sem láttuk jelen pillanatban. Tehát ilyen szempontból, amíg ez a 4 millió forint nincs megalapozva, szerintem is egyelőre ne szerepeltesse a cég. Egy hónap múlva már lehet, hogy megváltozik, mert azt mondja a vizsgálat, hogy tényleg a 4 millió forint az jön, és megy is, tehát jogos az átvezetése a költségeknek. Alpolgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én nekem annyi mindezekkel egyetértve, ami eddig elhangzott polgármester úr, illetve bizottsági elnök úr részéről, azt tudnám javasolni, vagy az lenne igazából a kérésem az NKFT-hoz, hogy szerintem sokkal célszerűbb lenne, hogy ezeket a költségvetéseket egy költségvetési programmal készíteni, mert szerintem úgy sokkal jobban be lehet satszolni, és a másik az, hogyha az önkormányzat ugye ellenajánlatokat kér, vagy egyéb, akkor ez sokkal, az önkormányzat számára is sokkal, de sokkal egyszerűbb, és gyakorlatilag az árszínvonalat is sokkal pontosabban meg lehet állapítani. Amennyit tudom, a rezsiköltségekkel kapcsolatban ugye kapott már az önkormányzat egy kimutatást, de én is annyiban egyetértek az előterjesztéssel, vagy a B-változattal, hogy ennek még az átvizsgálása szükséges, illetve tényleg gondosítása szükséges, hogy ebbe, hogy mi, ami, hogy nehogy esetleg más olyan dolgok is bennmaradjanak, vagy önösszegek, amik nem átfolyó tételek. Még egy dolgot itt megjegyeznék azért, hogy voltam néhány nappal ezelőtt egy lakógyűlésen, és ott ugye gyakorlatilag ott is volt egy lakóközösségi rezsiköltség kimutatás, és ott szerepelt egy sor benne, hogy az állami rezsiköltség csökkentés esetében is ennyi és ennyi megtakarítással jár ez a ház részére, hogy ilyen határozatokban vagy ilyen beszámolókban nem köteles esetleg az NKFT-t feltüntetni. Hogy mennyi rezsiköltség csökkentés történt. Köszönöm. Ügyvezető úr. Köszönöm szépen. A polgármester valószínűleg a társasházkezelőnek lehetett a lakógyűlésén, a non-profit KFT nem társasházkezelő, tehát ilyen szempontból nekünk nem kötelességünk rezsicsökkentés ügyeivel foglalkozni, tehát a rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogszabályok írják azt, hogy a társasházaknak a bizonyos helyiségeiben ki kell függeszteni azt, hogy mennyi volt a társasház lakói által megvalósított rezsicsökkentés. Mi nem vagyunk társaságkezelők, tehát nálunk ilyen kötelezettség nincsen. Köszönöm. Talapka úr, parancsolja. Köszönöm. Egy gondolat erejéig visszatérőt a rezsi költség megoszlásáról tekintettel arra, hogy ez valóban egy átfolyó tétel. Tehát ez befolyik a pénztárba, és ez tovább számlázás, illetve kifizetése kerül a szolgáltatók felé. Tehát hogy ennek a nagysága, nyilván ezt tudnunk kell, hogy mekkora, de semmilyen formában nem befolyásolja az NKFT költségvetésének alakulását. A pénz bejön, legfeljebb olyan szempontból, hogy ezt meg kell előlegezni adott esetben ezt a költséget, de hát ezek bejövő tételek, és ez nem marad. Nyilván ezzel nem lehet haszon, nem lehet semmi olyan, ami akár a működésre fordítható, hisz ezek közüzemi tételek. Egyetlen egy tétel van, amiről szeretnék információt kapni. A biztonsági szolgálat 566.217 forint. Ez milyen biztonsági szolgálat? Mit szolgál ez a biztonsági? Mire vesz igénybe ezen kártét?
Köszönöm szépen. Ezt meg fogom nézni képviselő úrnak, hogy pontos választ tudjak ráadni. Azt gondolom, hogy ez a, lehet, hogy nem egészen pontos az elnevezés, ez egy egy katasztrófavédelmi jelzőrendszernek a működtetése lehet, ami bizonyos ingatlanoknál elő van írva az üzemeltető számára, és ennek van igen jelentős költsége, amit a cég részben fizet, részben tovább hárít, hiszen vannak olyan ingatlanok, ahol van magán tulajdonú ingatlan rész is. Ez lehet benne, de meg fogom mindenképpen nézni, és tájékoztatni fogom róla. Köszönöm. Nem látok több hozzászólást. Egyes számú határozati javaslatról szavazzunk. Kettes számúnak a B verziója. Köszönöm, és a hármasnak szintén a B verziója egyelőre, amíg nem zárul le az átnézése ezeknek a rezsi költségeknek. Köszönöm szépen. 11-es kiemelt jelentőséggel bíró dombovári beruházások kormányzati támogatásának kezdeményezése. Pénzügyi és gazdaságbizottság tárgyalta. Köszönöm. A pénzügyi bizottság mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez az előterjesztési joggal közérdeklődésre számot tarthat. Három olyan témát kezdeményeznénk a kormányzatnál, melyeknél azt látjuk, hogy sem hazai, sem Európai Uniós pályázati forrás nem tudja segíteni a megvalósulásukat. Az egyik ilyen az uszodának a fejlesztése, mert vonatkozólag készültek már előzetes koncepcionális tervek, és egyben felkérnénk a vízművet, hogy az engedélyes terveknek az elkészítését indítsa el, valamint az uszodánál ugye rendezni kell a tulajdon viszonyokat, hiszen azok ebben a formában, hogy félig önkormányzati, félig céges, ez így biztos, hogy nem jó. Közben azért lapozok, mert a mentő az a végére került, András. Vagy az én anyagomban rossz van bekötve. Hogy? Igen, de arról nem hoztunk olyan határozati javaslatot? Ja, beleépítettük, jó, bocsánat, igen, jól látom. Igen, aztán szeretnénk kezdeményezni az elkerülő útnak a megépítését, melyhez kapcsolódóan főleg új dombováriak, több mint 1000-en írták alá természetesen Dombovárnak a kezdeményezését, a civil szervezetnek a kezdeményezését. Szintén régi téma, ugye ez a Dombovár-Mágocs összekötő út, egy önkormányzati útba torkolik bele, és elviselhetetlen forgalmat indukál a városrész tekintetében. Valamint szeretnénk javasolni, hogy a mentőállomás tekintetében szintén próbálja meg előrelépni a kormányzat, vagy annak szakjellegű szervezete, hogy most ez egyéb minisztérium, államtitkárság, vagy éppen az OMS, az Országos Mentőszolgálat, szerintem számunkra mindegy. Tájékoztatásként szeretném azt elmondani, hogy Potápi Árpád államtitkár úrral az uszoda tekintetében volt egy bejárásunk, látta az állapotokat, elcsodálkozott az állapotokon, és elcsodálkozott azon, hogy ilyen állapotok között ennyire nagyszerű eredményeket tudnak elérni a dombovári úszók. Ezen kívül szót ejtettünk többször is most már előről az elkerülő útról. Az államtitkár úr, térségünk országgyűlési képviselője ígéretet tett arra, hogy
szó szerint mondom, hogy akkor beleáll ezekbe a témákba. A mentőt akkor még nem említettük részére. Kérdések következnek. Hozzászólások. Kis Béla, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen nagy számú új dombóvári tette magáéval természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület kezdeményezését, mert hát hiszen az ő felvetésük alapján álltunk mi neki az aláírásgyűjtésnek. Egyszerűen megengedhetetlen az óriási járműforgalom, ami a Gorki, most Horvai utcán valósul meg, de nem csak ott, hanem a Fő utcán és már a Béke utcán is közlekednek nyerges kamionok, amik tönkretezik az útborkolatot, jelentős károkat okoznak az út mellett lévő házak állagában is. Az embereknek nincs nyugalmuk egyrészt, másrészt meg nagyon balesetveszélyes is. Emlékeztettem képviselő társaimat, hogy néhány évvel ezelőtt, talán 3 vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt egyszer ilyen téli időszakban egy szlovén gázszállító kamion beleborult a Horvai, akkor még Gorki utcai árokba, és ott a katasztrófa védelem azon morfondírozott, hogy ott több száz családot a környéken kilakoltat. No, hát ilyen esetek megelőzése érdekében is fontos ennek az elkerülő utak a megépítése, és én remélem, hogy az államtitkár úr valóban segítségünkre lesz ez ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Tóth Gyula, parancsolja. Köszönöm szépen. Rettentő türelmesek vagyunk, remélem valamennyien. Ami a mentőállomást illeti, 2004 óta nem is tudom, hogy hány alkalommal, de azt tudom, hogy mindig mással tárgyaltunk a mentőállomás ügyében. Türelmetlenek vagyunk, én magam is, de egyben optimista is. Mert hát említsek helyi példát, ami rajtunk múlott. Ugye 2009-ben fölvetődött a Dombóvár kártya létrehozása, hát 2015-re azért csak sikerült. Remélem így lesz az úttal is, így lesz a mentőállomással is, de hát napirenden kell tartani, ez tény. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van-e még hozzászólást? Nem látok, kérem, hogy szavazzunk. Első határozat a vízmű résztulajdonában lévő uszoda elvi kimondása, megvásárlása vonatkozóan. Erről szavazunk. Köszönöm. Következik az egyéb infrastruktúrális beruházás Farkas Attila uszoda, valamint a mentőállomás vonatkozásában a kérelem. Köszönöm, és a harmadik pedig a Gudanasi elkerülő út megépítésére vonatkozik. Köszönöm. Következik a 15-ös számú előterjesztés, sportemlékszoba. Kialakítása. Mind a kettő bizottság tárgyalta. A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjába szereplő 2 millió forint költségkeretként legyen meghatározva. Köszönöm. Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdések következnek. Hozzászólás. Nem látok, kérem, hogy szavazzunk. A bizottsági módosítóról. Köszönöm. Az előterjesztésről. Köszönöm. Egészségfejlesztési program elfogadása, 19-es.
mindkét bizottság tárgyalta. Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy még elevenen él sajnos bennünk az a számomra mellbevágó tájékoztató napirendi pont, amit tavaly év ősszel az ANTS helyi főorvosasszonya tartott számunkra, és akkor fogalmazódott meg bennünk, úgy emlékszem, hogy egyhangulat támogattuk is, hogy egyfajta szerepet vállaljon az önkormányzat egy egészségterv elkészítésében, illetve főleg annak a megvalósításában. Ilyen jellegű terveket korábban különböző pályázatok több millió forint értékben segítették, legalábbis a létrehozását, aztán nem beszélve arról, hogy annak a megvalósítására még esetleg milyen forrásokat lehetett szerezni. Ez az anyag, egy indítóanyag, házi készítés, viszont szerintem tartalmazza mindazon fontos csomópontokat, fontos területeket, melyre egyrészt fel kell hívni a figyelmet, másrészt pedig egy önkormányzat a saját költségvetése és eszközei keretében lehetőséget lát, vagy előre tud egy kicsit lépni. Lehetne ennél sokkal, de sokkal több, persze sokkal, de sokkal több költségér. Ugyanakkor az egészség, mint egy nagyon-nagyon komplex dolog, azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyedül az önkormányzat, a képviselőtestület felel, hanem egy sok szereplős dolog. Mi azt tudjuk ebben képviselni, hogy azt a sok szereplőt, mint ahogy ez a program, amikor készült, összehozzuk, leültetjük egy asztalhoz, közösen gondolkodunk, és közösen próbálunk lépéseket megtenni. Köszönöm a hivatal munkatársainak, hogy innovatívan álltak a kérdéshez, és eddig eljutottunk. Mint ahogy az anyagból, a határozati javaslatból látszik, ezzel nincs vége, hiszen már márciusban az egyik pont tekintetében még kiegészítő tájékoztatásokat fogunk kapni, és hát ezt a témát napirenden tartjuk. Más nem mondjak, a jövő héten megrendezésre kerülő nem csak a 20 éveseké a világ zenés táncos délután az Alma jegyében fog telni. Sajnos nem az Apple cég finanszírozza, de az Alma, mint egészséges táplálékra hívjuk föl a résztvevőknek a figyelmét, és innét kezdve minden egyes hónapban valami idényelevű vagy zöldség, vagy gyümölcs lesz a védjegye az adott rendezvénynek. Ne szó szerint tessék érteni, de egy decemberi hónapban nagyon szívesen veszük a Fidesz alapszervezetének a felajánlását, ha narancssal hozzájárul a rendezvényhez, csak ilyen jelképes dologként. Kérdések vannak-e? Hozzászólások? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatra. Köszönöm szépen. 25-ös előterjesztés. Önkormányzati intézménye szemben támasztott követelés fedezetének biztosítás érdekében anyagi felajánlások gyűjtése. Pénzügyi bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nem látok. Hozzászólás? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Kérem zárni. Köszönöm szépen. Új napirendi pontunk, a szociális ellátásokról szóló rendelet. A polgármester úr az előterjesztő, átadom a szót, kérem vezesse is az ülés részt. Köszönöm szépen. Megkérdezem Humán Bizottság véleményét. Humán Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.
Köszönöm szépen. Néhány szót engedjenek meg a rendeletmódosítás kiváltó okairól. Mint köztudott, városunk 2015. január 1-je után is megtartotta azokat a szociális támogatási formákat, amelyekről korábban a 93. évi 3-as szociális szolgáltatásokról, ellátásokról szóló törvény biztosított, de 2015. január 1-jével történő változás okán ezt a törvény már kötelezően nem írt elő az önkormányzatok számára. Mi valamennyi korábban a törvény által nevesített támogatási formát megtartottuk, ugyanazokon a neveken is. Erre én rendkívül büszke vagyok. Ma délelőtt Bunarasban volt részem egy dél-dunántúli szakszereti elnököknek szervezett konferencián részt venni, és ott is büszkén tájékoztattam a megjelent szakszereti vezetőket erről a városi vívmányról. De most konkrétan az adósságkezelési szolgáltatásról van szó, amely úgy rendelkezik, hogy azoknak a szociálisan és anyagilag rászoruló személyeknek, akiknek lakhatási költséggel kapcsolatos elmaradásuk van, vagy pedig közüzemi tartozásaik vannak, ha azok időtartama nem haladja meg a 6 hónapot, illetve összegük nem haladja meg a 100 000 forintot, akkor részt vehetnek ebben a szolgáltatásban. A héten tartott lakhatási tanácsadó testületi ülésre a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Már meghívta azokat a önkormányzati bérlakásban lakókat, akiknek elmaradásuk van, lakbérhátralékuk van. Ez 31-néhány ezertől egészen 152 000 forintig terjedt. A megjelent lakbérhátralékosok szinte valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy a tartozásuk időtartam meghaladja 6 hónapot. Sőt, néhány esetben olyan egy év körül, vagy azt is meghaladja, és néhány esetben a Városgazdálkodási Kft., mint a bérlakások kezelője már bíróságra is adta az ügyet, végrehajtás, illetve bírósági kilakoltatást kért. Ezért úgy döntöttünk, és erről szól ez az előterjesztés, hogy különös méltánylást igénylő esetben, amikor az illetőnek a lakhatása kerül veszélyben, akkor eltekintünk ettől a 6 hónapos időtartamú tartozástól, és a polgármester egyéni elbírálás alapján lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a személyek részt vessenek az adósságkezelési szolgáltatásban. Mint ahogy a rendelet tervezőt mutatja, ezt igazolni is kell. Hát mi nem igazolja jobban az ilyen lakhatást veszélyeztető tényezőt, mint az, hogy kezében van a bírósági idézés, hogy kilakoltatás tárgyában neki meg kell jelennie. A fedezet megvan ezeknek a lakbértartalékoknak a fizetésére, kifizetésére, ezért csak a, hogy jogszerűen járjunk el, a szociális rendeletünket kell módosítani. Köszönöm szépen. Kérdés? Tessék, parancsoljon, Tóth úr. Igazából csak egy gyors technikai kérdésem lenne, hogy az előterjesztésben szerepel, amint alpolgármester úr is elmondta, hogy a legfőbb probléma, hogy a fél évnél hosszabban jöttek létre, illetve hosszabb ideje vannak meg ezek a tartozások. Nem lenne egyszerűbb akkor jobban kinyitni ezt a szociális lehetőséget, és mondjuk a rendeletet úgy módosítani, hogy 15 hónap legyen a 6 hónap helyett? Szerintem sokkal egyszerűbb és jobban használhatóbb lenne, mint ilyen egyedi döntések alapján ítélni, vagy nem ítélni meg valamit, hiszen ebben az esetben akár fölvetődhet bármi annak a részéről, akinek mondjuk ez a kérelme lett utasítva, hiszen az egyiknek megítéli, valaki a másiknak nem tartom szerencsésnek. Tehát én arra tennék módosító javaslatot, hogy egyetértve természetesen, hogy végre ezt a szolgáltatást lehessen használni, hiszen ebben a formában nem működik, hogy emeljük mondjuk 15 hónapra a 6 hónapot. Köszönöm a szót. Egyéb kérdés? Tóth képviselőtársamnak válaszolva, azért próbáltunk meg a korábbi időszakban ilyen óvatosan bánni ezekkel a fizetési határidő túllépésekkel, illetve nem fizetési időtartamokkal, mert nem szerettük volna, hogy olyan mérhetetlen nagy adósságot halmoznak fel a személyek, hogy aztán végén majd tényleg kezelhetetlen legyen. A korábbi időszakban is voltak limitek e tekintetben. Mi inkább arra igyekeztünk és igyekszünk a jövőben még inkább fordítani hangsúlyt, hogy folyamatosan tájékoztatjuk azokat az embereket, akik ilyen helyzetbe kerülhetnek, hogy rögtön forduljanak segítséghez, jelen esetben a család
és gyermekjóléti szolgálat munkatársaihoz, akik készen állnak és várják, hogy a rászoruló emberek forduljanak hozzájuk. Ez az egyik. A másik, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Lakásügyekkel foglalkozó ügyintézője a havi csekkek kipostázásánál a hátralékosoknak, de nem csak a hátralékosoknak, minden bérlakásban élőnek beteszi a tájékoztató kis kétoldalas kis silabusz, hogy milyen lehetőség van, milyen szociális ellátásokat, támogatásokat biztosít az önkormányzat. Hát én nem köszönöm egyébként Tóth úrnak ezt a szociális érzékenységét, de azt gondolom, hogy ez talán most jobban kezelhető, hogy tényleg, amikor már úgy tűnik, hogy igazán akkor ijednek ám meg az emberek, amikor látják, hogy itt a vég. Menet közben sajnos nem annyira előlátóak, mint általában elvárható lenne. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Akkor az előbbi módosítomat szeretném módosítani. Tehát én azt javaslom, hogy utána jelenleg fönnáll ez a helyzet, hogy több igénylő, ugye, ha fél éven túl van, ugye egy átmeneti rendelkezéssel ezt most növeljük meg 15 hónapra, egy fél éves időszakra, közben mennek a tájékoztatások, ugye, amint a polgármester úr mondta, berakják ezeket a borítékba, tehát mindenkit sikerül remélhetőleg egy olyan szintre hozni, hogy napi szinten tájékozódva legyen, de azok, akiknek most ez a probléma fönnáll, akkor az ne egy egyedi elbírálással, hanem próbáljunk akkor tényleg segíteni mindenkinek. Tehát mondjuk egy olyan rendeletmódosítást, ami egy adott ideig 15 hónap, és utána egy új pont lép életbe, ami ugyan visszatérünk a 6 hónapra. Természetesen ez módosító javaslat, én megszavaztatom, hiszen kötelességem, de én továbbra is szeretnék az eredeti javaslatunknál maradni. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy majd mérlegeljék a Tóth képviselőtársa módosítóját, illetve az eredetit is, mert attól félek, hogy ahogy említettem is az előbbi válaszomban, attól félek, hogy az emberek nem érzik olyan sürgősnek a dolgot, és úgy elhagyják magukat. Köszönöm. Tessék, parancsoljon, polgármester úr! Ugye felettébb érdekes ez a módosító javaslat Tóth Zoltán szájából, annak a párt képviselőjének a szájából, a Fidesz pár éve ezt a szolgáltatást kidobta a helyi rendeletből, tehát azt mondta, hogy teljesen fölösleges, nem is támogatták. Megszűnt tulajdonképpen akkor Dombováron az adósságszolgáltatás. Aztán pár év múlva Kis Béla, a polgármester úr, akkor önkormányzati képviselő úrnak a javaslatára nagy nehezen sikerült visszahozni. Na, csak ennyit a Fidesz meg Tóth Zoltánnak a szociális érzékenységéről. Én is azt gondolom, hogy az eredeti előterjesztésnél kéne maradni. Szakemberek javasolták, családsegítő központtal összeülve, tehát nem egyfajta hóbortból lett ez az időszak megjelenítve. Persze demagóg módon itt lehet itt most már eljátszani, hogy de hát akkor emeljük föl még. Szerintem a szakemberek, amit javasoltak, az helytálló, és én is azt javaslom, hogy mi akkor leszünk valóban szociálisan érzékenyek, és valóban akkor tudunk segíteni az embereken, hogyha nem a végtelenségig húzzuk ki ezt az időszakot, hanem egy behatárolt, most egy nagyobb lehetőséget adó, hiszen lehet kezelni a kérelmeket egyedi módon is, és valóban ezekkel az emberekkel, ahogy alpolgármester úr is elmondta, egyénileg kell foglalkozni. Tehát nem elég azt megvárni, hogy majd ezek az emberek betévednek adott szolgáltató helyre vagy segítő helyre, hanem ahogy tettük most is, be kell hívni őket, időt, energiát kell arra fordítani, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy miben tudunk segíteni, hogyan tudjuk könnyíteni az ő terheiket, és nem egy esetben a családsegítő intézménynek a szakemberei még ezzel sem elégedhetnek meg, hanem utána kell menni az ügyfeleknek, a klienseknek, és szinte helyettük megírva, leírva az adott kérelmeket kell tényleg operatív szinten közreműködni. Köszönöm. Tóth úr, még kérdés vagy vélemény szakasz? Vélemény? Tessék, parancsolni. Köszönöm a szót. Egyrészt szeretném felhívni a polgármester úr figyelmét, hogy nem személyeskedtem, nem nagyon értem, most szociális ügyről van szó, miért kell
már megint demagógiázni, megint fideszezni. Nem erről van szó. Visszatérve a témához, tény, hogy akkor a családsegítő szakemberek javaslatára nem tartottuk megfelelőnek ezt a fajta segítési formát, másokat helyeztünk előtérbe, majd történt egy kompromisszum, és újra megszavaztuk. Ezzel viszont látszik, hogy nem jól működik, ezt pont a Kisbéla alpolgármester úr mondta el az imént. Én ennek a jobbítására próbáltam egy javaslatot tenni, ami nem egy kuriózum, nem egy különleges dolog, megnövelve azt a 6 hónapot 15-re, még ha csak átmenetileg is. Én azt gondolom, hogy itt most néhány embernek a problémájáról kellene beszélnünk, nem pedig pártpolitikai megjegyzéseket tenni. Én arra kérem polgármester urat, hogy ezt mellőzze, nem mindig róla kell, hogy szóljon egy előterjesztés. Én azt kérem, hogy mindenki gondolja át a javaslatot, igazából nem Fidesz, nem MSZP, nem DK, egy olyan megoldást javaslok, ahol nem egy személyi döntés van, nem merülhet fel annak a lehetősége, hogy valaki személyes rokonszem vagy ellenszem kapcsán dönt, hiszen ebben az eredeti előterjesztésben ez a lehetőség megvan. Abba, hogyha mindenkinek biztosítjuk ezt a lehetőséget, mindenki élhet ebből a kedvezménnyel, ott ugye ez a vélemény nem merülhet föl, és ennek akkor lesz problémás része, ha valakit elutasítunk, míg a mondjuk a szomszédja megkapja. Akkor kinek hiányzik az ilyenfajta veszekedés, az ilyenfajta rossz szájíz? Köszönöm a szót. Hát mindenki megkapja ezt a szolgáltatást, aki ugye a jövedelmi viszonyai alapján megfelel, igényelheti ezt a szolgáltatást, és hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a lakhatása veszélyben van. De visszatérve arra, amit Tóth képviselőtársam említett, valóban egy ideig megszünetelt, aztán utána meg teljesen megszünetelt a szolgáltatás, ez az egy ideig, ez több mint 3,5 év volt, és sajnos 3,5 év éppen elég volt ahhoz, hogy az emberek egyrészt megszűntek a kapcsolatok a közüzemi szolgáltatókkal, elmentek azok a munkatársak, akik szakképzettek voltak, mert ehhez egy tanfolyamot el kell végezni az adósságkezeléshez, ott hagyták a családsegítő szolgáltatót, mondom, megszűntek a kapcsolatok, illetve az élő szerződések a közüzemi szolgáltatókkal, illetve az emberek egy idő után leszoktak róla, miután 2-3-10-szer bementek is, szerették volna az adósságaikat kezeltetni, és ott mindig falakba ütköztek, hogy nem, mert az önkormányzatunk nem támogatja ezt a fajta szolgáltatást. Nem beszélve arról, hogy 2015-ben, amikor mi úgy döntöttünk, hogy na most már pedig ezt a szolgáltatást be kell indítani, akkor az intézmény akkori igazgatója mindenféle humán erőforrás hiányokra és egyebekre hivatkozott, hogy azért nem tudja csinálni, mert nincsenek meg a megfelelő szakemberek. Sajnos ismét el kell terjeszteni, népszerűsíteni kell, hogy az emberek vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Katalin, tessék, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én annyiba szerettem volna ehhez hozzászólni, hogy van egy olyan mondatrészlet, hogy a polgármester különös méltánlás esetén dönthessen úgy, hogy a támogatást megadja. Hogy tényleg ebből ne az legyen, hogy ítélünk jobbra vagy balra. Szerintem teljesen függetlenül mindentől, mind a három részről, Fidesz, Jobbik, természetesen Dombóvár, egy kis hármast alkotni, megegyezni, megkapja, nem kapja, és ebből akkor nincsen vita. Tehát, hogyha beérkeznek ezek a kérvények, lehet, hogy ez nem felel meg az önök gondolatmenetének, de attól függetlenül, mikor ezek bejönnek, szerintem kellene egyeztetni, igen, belefér, nem fér, kapja meg, ne kapja meg. Ne egyszemélyű legyen a döntés, és akkor nincs utána vita. Ezt teljesen pártfüggetlenül kellene megoldani. Köszönöm szépen. Mert akkor nincs fideszezés, nincs semmi köz. Polgármester úr. Nagyon-nagyon megmosolyogtató számomra az a fajta érzékenység, amivel Tóth úr itt a testületülésen él, hogyha már az ő neve múltbéli hibái, idézőjelben bűnei miatt megemlítésre kerülnek, akkor már rögtön személyeskedésről beszél.
Higgy el, Tóth úr, nem csak ezt, hanem az összes többit sorolni fogjuk a jövőben is, amit a Fidesz elkövet, legyen az bűncselekmény, legyen az bűncselekmény gyanú, legyen az az önkormányzattal szemben olyan jellegű lépés, amely nem a város érdekét szolgálja. Ezt anélkül, hogy ne említenénk több esetben az önnevét, nem nagyon tudjuk megtenni. Tehát a jövőben is számíthat arra, hogy sorolva lesznek az önhöz kapcsolódó ügyek. Ha ezt ön személyeskedésnek veszi, tegye. Annyit azért a történelmi hűség kedvéért, hogy ön kompromisszumról beszél, hogy visszaemelésre került. Az egy olyan kompromisszum volt, ahol valóban kénytelenek voltak bemenni, ugye belemenni Várangon volt ez az ülés. Egy kompromisszumban, majd az első adandó alkalommal fölrúgták ezt a kompromisszumot, és becsaptak bennünket, hátba támadtak, és azokat a kompromisszumos lépéseket többségében visszavonták, csak ennyit az önök szavahihetőségéről, és akkor már ön is tudja, hogy miért nem szeretnénk érdemben önnel például együttműködni, mert szavahihetetlennek és megbízhatatlannak tartjuk. Amit Katalin, ja még annyit a szociális érzékenységéről, hogy vajon amikor több mint 3 millió forintot kér egy gyereki étkeztetési intézménytől, akkor ez a szociális érzékenység önben hol bujkál, és ugyanezt ugye az állami szervezettől, a Kliktől nem teszi. Reménykedhet, mert ugye már elfogadtunk egy napirendi pontot, melynek kapcsán dombováriakat kérjük adományozásra, hogy készülvén esetleg, ha a gyereki étkeztetési intézmény elbukja a pert, akkor meglegyen ennek a forrása, és ne a mákos tészta mennyiségéből kerüljön ön kifizetésre, mert azt csökkenteni kell, mert nem lesz rá forrás. Lehet, hogy lesz tészta, csak mák nem. Na, Katalin, én értem, de nem így működik a rendszer. Higgy el, tehát ne tessék belemenni a disznótartónak a szerepébe, aki ugye múlt közmeghallgatáson is próbált itt ilyen szociális kérdésekben olyan szerepet játszani, hogy betámadja a polgármestert, mert korlátlanul oszthatja a fát. Itt megint nem arról van szó, hogy a polgármester azt csinál, amit akar. Egy, azt tisztázok, mint hogy nagyon szépen az irodavezető azt, hogy elmondta, hogy krízishelyzetben két alkalommal került faosztás, ráadásul nem is a polgármesternek az aláírásával, mert igaz, hogy hatáskörben hozzám delegálja a rendelet, mert máshova nem lehet delegálni, viszont mind a krízisfát, mind pedig ezt az adósságkezelési eljárási rendet én az alpolgármester úrnak hivatalosan is továbbadtam. Tehát én nem is látom, de ha netán attól tetszik félni, hogy itt... Hát igen, mert könyörgöm, hát már nem először tetszik rendeletet olvasni, hát máshova nem lehet delegálni, tehát SMS-szerűen kell eljárnunk. Itt van hivatalos személy a polgármester, vagy hivatalosan van egy bizottság. Ebben az esetben, így hogy most leülünk egy reggeli kávéra, és itt elkezdjük osztogatni, ez nem működik. Mondok egy másik példát, talán megtetszik én tenni. Ott van a lakásgazdálkodási, vagy a lakhatási tanácsadó testület. Hát nem véletlen, hogy az a neve, hogy lakhatási tanácsadó testület, és az SMS-ünk szerint is, ott is a végső döntést a polgármester hozza meg, csak én szeretném körbejárni az adott lakásoknak a kérdéskörét, elmondja a családsegítő, az NKFT, etc., hogy mi van azzal a lakással, az igény, stb., de hivatalosan a polgármesteri a felelősség is, meg őri alá határozatot is. Ennél az ügynél is a polgármester, de hogy a polgármesternek ne ekkora stóc aláírni valója legyen, hanem egy kicsivel kevesebb, ezért bizonyos ügyeket átadtam a Tigemel alpolgármester úrnak, például a közüzemi dolgokat, és a szociális ügyeket pedig nagy örömmel és nagy örömmel átadtam, nagy örömmel fogadta Kis Béla alpolgármester úr. Azt mondom, hogy szerencsére nekem ezekkel az ügyekkel nincs feladatom, nem is látok, nem is akarok rálátni. Onnét kezdve, hogy átadtam, még csak alá se írhatok. Múltkor véletlenül becsúszott az aláírandók közé egy EON közüzemi hozzájárulás, át kellett húzni, újat írni, mert az alpolgármester úr van bejelentve az EON felé, az én aláírásomat nem is fogadják. Tehát vagy azt csináljuk, hogy erre odaadjuk az egész ügyet a Humánbizottságnak, amitől azért óckodnék. Tehát ilyen, hogy most összeülünk, és akkor Fidesz, Jobbik, meg természetesen alapon, hát ez a szakma megcsúfolása lenne, ezt nagyon-nagyon nem tudom támogatni. Tehát ez olyan, mintha még mindig nem egészen lenne... Nem mondok semmit. Pont. Tessék, parancsoljon. Ja.
Köszönöm a szót. Én nem feltétlen úgy értem én, hogy ön ne döntsön. Ennek semmi köze hozzá. De ahogy jelen pillanatban egyszeri alkalomra módosítunk valamit, tehát mikor azt mondjuk, hogy ne három jelvényt osszunk ki, hanem ötöt, és ehhez egy alkalomra is módosítjuk addig a rendeletünket erre az egy alkalomra, így értettem én azt, mert ha amennyire az adósságkezelési szolgáltatást igénylő személy rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel, kivéve ugye a 6 hónapot, úgy jön képbe a polgármester, hogy méltányossági esetben, különösen méltányoslás esetén dönthessen úgy, hogy támogatást megadja. Ha viszont mindennek megfelel, akkor mi alapján fogja kizárni azt, hogy valaki nem kapja meg? Tehát itt merül fel annak a kérdése, hogy Kovács szimpatikus, Horváth pedig nem. Tehát most ebből az esetből gondoltam azt, és nem másképp, mint hogy egyszeri alkalom túltárgyaltuk. Attól függetlenül nehogy azt higgye, hogy nem értem. Természetesen én értem. Hát úgy látom, hogy a polgármester úr ügyrendet kért, tessék. Szeretném javasolni, ha nincs hozzászólás, akkor nem kérek külön szavazást, ha valaki megnyomna, azonnal kérnék szavazást, hogy zárjuk le. Ez egy kőkemény, szociális, szakmai kérdés. Kisbéla alpolgármester úr azt javasolta, hogy ma lesz egy közös együttesülés a településeknek, véletlenül 17:30 körül vége lesz. A műfáz büféjében szívesen lát egy külön konzultációra mindenkit, és csatlakozik hozzájuk dr. Illés Krisztina is, hogy megbeszéljük, hogy hogy működik a rendszer. Magyarul zárjuk le a vitát. Igen. Nem, csak helyszínként javasoltam a büfét. Mi ugye a magyaros teremben leszünk. Igen. Szavazzunk. Először a Tóth képviselőtársam módosítójáról. Igen, hát az nem ment át. És akkor most szavazzunk az eredeti rendelet módosításról. Köszönöm, 10 igen, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A mai ülés nyilvános része ezennel véget ért. Lesz most még egy zárt ülés napirendünk, aztán egy ESZI humán társulási ülés, valamint 16:30 több célú társulási ülés. 17:00 pedig a művelődési házban a 3 községi településsel együtt egy együttes ülés. Szeretném felhívni a kedves dombováriak figyelmét a szombati programra. Téltemető túrát tartunk. Egy laza 16 kilométeres a Naturparkot érintő területen döbrökközik. Gyalogolnak egy páran, én gépkocsival kísérem őket, jelen helyzetemből kiindulva. Mindenkit szeretettel várunk. 10 órakor a döptebázisnál egy kis disznóvágással indítunk. Majd lesz bábégetés, gyerekeknek bohóc műsor, pálinka verseny és nagyon-nagyon jó hangulat. Aki tud, jöjjön el, és dobjuk ki ezt a fránya teret. Jó hosszú volt, jó hideg volt, elég volt. További szép napot kívánunk, zárt ülés következik.